Jancsi, nem beszéltél azzal a zsenge jóval, akinek mobilja van? Jaj, nem juhász! Már egy hete nem beszél senkivel. Nem játszik a többiekkel sem. Múltkor is, amikor megnyírtam, még az én két szemembe sem nézett. Jó, rettenetes dolog történt vele. Egy farkasnak az ő friss husikájára támadt kedve. A mi kis ropogós juhocskánkra fente a fogát? Úgy biza. Csetelni kezdett vele az interneten. Azt mondta neki, hogy legyenek jó barátok. Mondjon el neki mindent magáról. De ami a legborzasztóbb, el kellett titkolni a barátságukat, mert hogy az nem lenne jó, ha kiderülne. Feltöltötte a mobilját, drága trikót is kapott tőle. A mindenségét! Új telefont is ígért neki, ha találkozik vele az erdő alatt. Rafinált véncsont! Remélem nem ment el! De elment. Mindenkinek azt hazudta, hogy a szomszédnyájat megy megnézni. Lett volna, az erdész rosszul végezte volna. Megyek utána, juhász! Nem hagyom magára! Nagyon figyeljetek az idegenekre! Mindenkire, aki azt akarja, hogy a hirtelen nőtt barátságot titkoljátok. Azokra, akik ajándékokkal kedveskednek, vagy találkára hívnak titeket. Ne féljetek erről beszélni szüleiteknek!